Anthony Quinn, Mádi Szabó Gábor. Kincses sziget az űrben. Rendezte Antonio Margheriti. Kettes pálya. Fogadjuk a leszállót. Szereplők. Itakonár Dulli, Mináróvics Péter. Philippe Leroy, Gruber Hugo. David Wahlbeck, Fülöp Zsigmond. Klaus Lövics, Dózsa László. Idati Benedetto, Mányai Zsuzsa. Renato de Carmine, Csíkos Gábor. Giovanni Lombardo Radice, Cseh Németh Lajos. Továbbá Beregi Péter, Bognár Zsolt, Melis Gábor, Úri István, Vas Gábor, Zágoni Zsolt, és Billy Bones szerepében Ernest Borgnine, Szabó Otto. A forgatókönyvet Robert Louis Stevenson a Kincses sziget című regénye nyomán Renato Castellani és Lucio De Caro írta. Fényképezte Sandro Messina. Zenéjét szerezte Gianfranco Plenizio. Az ellenőrző pulthoz fáradni. Kellemes itt tartózkodást. Rendezte Antonio Margheriti. És te hozta, Mr. Bones? Igen, Bones. Billy Bones. Mami, nézd, de szép baba. Lukas. Amennyiben készprogramja van, szolgálhatunk a szükséges térképekkel. Gondolom tisztában van automata kocsiaink kezelésével. Igen, nekem az A113-as űrrepülőtéren van dolgom. A113-as űrrepülőtér. Úgy van, A113-as. Utána nézek. Mami, de aranyos, nézz ide. Hagyd békén. Jackie, gyere ide. Elnézést. Csak megsimogattam. Csak ugyan van A113-as, de már nem üzemel. Sugárfertőzés? Nem tudom, de valószínűleg. A templomok körzetében volt, Selinuntéban. Jó néhány automata kocsit láttam már életemben. De aznap ösztönösen odafutottam, hogy megnézzen. Nem is sejtettem, milyen változást hoz az életemben. Mit művelsz te ott? Akkor láttam meg először. Én csak nézelődöm. Nem csináltam semmi rosszat, uram. Ez volt a templom közötti űrrepülőtér. Igen, a templomok ott vannak. Ősi görög templomok. És szoktak itt emberek megfordulni? Turisták, és néha a postagéppel jönnek Catániából, de senki sem marad sokáig. Még egy őr sincs itt. Nem is volt, uram. Mióta van ez ilyen állapotban? 10 éve, vagy több. Mióta az apám sugárfertőzést kapott. Hé, hey, François! Gyakran vagytok itt ezekkel a dögökkel? Majdnem minden nap.
Aha. Hát mától kezdve elkerülitek ezt a helyet. Megértettétek? Pár éve még ide jártak a reptérről. Ebben a helyiségben étkeztek. Pilóták, navigátorok, lézertechnikusok, hogy mi mit főztünk és sütöttünk össze, el se tudja képzelni. Ki tapossa itt össze a tiszta padlómat? Hamarabb is hazajöhetté volna Jimmy. A tűzhely kapcsolója bedöglött, csinálj valami. Jó, jó. Ne józzál itt nekem. Adnom kell az úrnak valami ennivalót, úgyhogy csipked magad. Templomkörzet vezérlőblokjának. Templomkörzet vezérlőblokjának. Nagy bajban vagyunk. Segítséget kérünk. Jelentkezzenek. Tudják, hogy az automatikát kell hívniuk. Vészhelyzet. Sodródunk. Sürgősen jelentkezzenek. A készülékünket kivonták a forgalomból. Ezt a frekvenciát nem használhatják. Álljanak a 29-es kilóciklusra. Kinjavítjuk a hajót és félő, hogy kisodródunk az űrbe. Innen nem tudunk frekvenciát váltani. Csináljon valamit, te gyorsan! Csak ez hiányzott. Az UHF áramkörre kell kapcsolni. Rajta! Templomkörzet, jelentkezzen! Nyugalom, jó úton vagyunk. Nyissák ki a szenzorokat. Jim! Rá van kapcsolva! Megpróbálunk segíteni. Adják meg a koordinátáikat. A 750-es cikluson vagyunk. A Földtől 112 egységnyire. Oké, kis türelmet. Hé, beindultunk! A keringőzve is. Csak meg vagyunk mentve. Köszönjük, templomkörzet! Maguk zseniálisak! Rögzítsék a frekvenciát! Indulunk vissza a földre! Hogy jutunk le? Kapcsolom maguknak az iránykeresőt. Gondolja, hogy sikerül? Az még egyelőre működik. Nagyszerű, kedvesem! Csodát művelt! Egy navigátor se csinálhatta volna jobban. Na nézzék csak. Nem tudom, hogy csinálták, de köszönjük! Mi sem tudjuk, igaz, mama? Elhallgass! Mivel fejezhetnénk ki hálánkat? Ha, adunk egy kis zenét a holdbázisról. Kapcsold le, Jimmy! Kell a csodának ez a lárma. Van üres szabályuk? Az emeleten kettő is. Az ebédje. Van valami ital? Mit szeretne? Drákot. De erős legyen. Sok turista fordul meg itt? Azok csak a templomokhoz mennek. A 4000 éves görög templomokhoz. Egy napra jönnek az aerobusszal, tubusban hozzák magukkal a kosztjukat. Itt egy vasat se költenek. Kettőt. Nekem mindig párosával kölyök. Igen, uram. Vég. Igen, uram. Kormányos. Szólíts Bonz kormányosnak. Itt maradok. Itt, ezen a nyomortanyán. Azt mondta, van üres szobája. A kölyök majd gondomat viseli. Gyere, segíts behozni az utitáskámat a kocsiból. Á, ez igen, mister. Bonz kormányos. Na, gyerünk, mozgás. Csak ott. Volt valami nagyon különös ebben a Billy Bonz kormányosban. Utitáskáról beszélt, de egy ládát vittünk be. Egy mázsás ládát. Á, már évek óta nem működik. Cipekednünk kell. De jó fogás nélkül. Na!
Hé, hey, azt mondtad, ide nem járnak vendégek. Ezek halászok. A kisrácot meg már látta a templomoknál. Ide valósiak? Nem. Bretonok, Észak-Franciaországból. Minden évben ide jönnek egy hónapra karthalat fogni. Hát, jó kis súlya van. Na? Ha? Ja, igen, a világítás. Az ablak működik? Igen, működik. Igen, csak kényes személynek tűnt ez a Mr. Billy Bones. Hmm. Mindenre csak húzta az orrát. Hol a fürdőszoba? Hol az ágy? Nem tartott soká, míg rájöttem, az életeleme, hogy mindenbe belekössön. Megmutattam mindent. Ez itt a tus. És a legjobbat reméltem. És ez a szárító. Ez pedig a hulladékörlő. Visszatértünk a kőkorszakba. Nem bírta ki. Muszáj volt valamiért hőbörögnie. De rövidesen felvidult. A jó ég tudja mitől. Gyere csak. Mit szólsz hozzá, Miss Gisella? Na? Gondolom, egy darabig itt eltengődhetünk, igaz? Na jól van. Ó. Nesze, add anyádnak. Ezek öcsi nem itteni pénzek, de az arany mindenütt megéri a magáét. És mondd meg neki, hogy ez csak előleg, jó? Igen, kormányos. Iható víz ez? Igen. A szennyes ruhahambasztó a folyosón van. Aha. Ha még valamire szüksége volna... Hé! Hey! Séta! Nem tudtam hová tenni. Sokat ivott és sokat nevetett. De beszélni keveset beszélt. A babájával viszont igazi lovakként bánt. Mama, neked küldte, és azt mondta, hogy csak előleg. Nem itteni pénz, de megéri a magáét. Meglátjuk. Rosalie, mennyi az idő? 5 óra. Nyugodj meg. Mindjárt könnyebb lesz. Itt a doktor. Ha nem volna itt, jobban volnék. Csinálnék még egy kávét, doktor úr. Már tudom a trükkjét. Mm. Ha ad még egy lehetőséget, ezúttal jobbat kap. Legalábbis remélem. Megyek! Hé, hey, Jimmy! Ki volt az az ember? Azt hiszem űrhajós. Hé, hey, Jimmy! Úgy vigyázz, hogy ünnepelni jött! Ne! Nem tudtam. Hazamegyünk Bretagne-ba, pár nap múlva. Ilyen hamar? Hát igen, vége a szezonnak. Az idén valamivel hamarabb a szokásosnál. A közlöny különösen háborgó tengert ígér. Nos, mit innának? Drákot. De hisz tudják, hogy tilos. Annál inkább. Csinálok egy kis zenét hozzá. Csak a szenzor kell meglegyintenie. Nekem adj egy kis szilvát. Ali! Thank you.
instrukciók szükség esetére. Majd hozom a gyógyszereket. Uh-huh. És ha fel akarnak elni? Hát, nem hinném. Nem is tudom, mihez kezdenék maga nélkül. A körzeti orvos sose jött volna ki, hogy megnézze. Míg maga az első szóra. Én kölyök. A szokásost. Mangó dzsúszt adj. Egy mangó dzsúsz, igen uram. Aha. Kettőt mondott. Tudom, tudom. Bocsánat, sajnálom. Egy pillanat. Így már rendben is van. Eredj, kölyök. Szólj, hogy hagyják abba. Nem tehetem. Mondd, hogy hagyják abba, de tüstént. És ki innen, vagy kirepítem az egész bandát! Azt mondtam, elég! Rajta kifelé. Egy-kettő mozgás, vagy nem állok jót magamért. Egy pillanat, uram. Szeretném a tudomásul venni, hogy ez itt nem holmi kocsma. Maga csak, ne avatkozzon bele. Uram, a viselkedéséből ítélve, ön bizonyára elfelejtette, hogyan élnek civilizált körökben. Maga meg elfelejtette, hogy működik ez. Na, tegye el azt a kést. Itt nem lesz szükség rá. Maga részeg. A szívverésem is elállt. Figyelmeztetnem kellett volna a Livesi doktort Mr. Billy Bonesra, de olyan hirtelen jött az egész. Félelmetes volt, ahogy ez a kés működött. Úgy tűnt, önvezérléssel. Három évig voltam orvos az űrflottánál. Akkor doktorkodjon tovább és pucoljon innen. Én nem vagyok beteg. De mennyire, hogy az? A maga helyében én nem innám ezt a förtelmet. Űrhajó. Azokon az ócska atommeghajtású teknőkön röpködött. Hé, hey, Jimmy! Tudhattam volna. Az áltereken röpködött. Azokkal a szuperszónikus, könnyű, védőfényburok nélküli támadóhajókkal. És ahogy elnézem, mindig kibújt a fertőtlenítés alól. Az csak holmi gyatra turistáknak való. Igaz? Mi dolga van itt? Turista vagyok. Eljöttem megnézni a templomokat. Nem is tudta. Szelinun, te híres a templomairól. Jól ismerem a helyi rendőrfőnököt. Majd szólok, hogy informálódjék ön felől. Úgy. Rajta. Felőlem rámúszíthatja az egész rendőrségüket. De figyelmeztetem. Velem csak az idejüket pazarolnák. Értem. A mentességi törvény, igaz? Áhá.
rajta kölyök, drákot! Nos, önmagával szemben semmilyen törvény nem fogja megvédeni. Megyek. Ha így folytatja, megöli magát. Na, mindig fogják végezni. Úgy fogjuk végezni, doktora, hogy nekünk jól esik, világos? Doktor úr, várjon! Tessék, templomkörzet, mi kell? Viszem a postát, lassítson le! Le kell állnom, utast hoztam. Cimborám, itt lakik? Bonsz kormányos? Igen, Bonsz kormányos. Jöjjön csak. Mr. Bonsz! Hát idekvártélyozta be magát. Nyolc tag egy halott ládáján. Meg akarom lepni az öreg fiút. Jó. Egy hordónyi drág. El ne áruld neki, hogy itt vagyok. Hé, kölyök! Billy! Kedves öreg cimborád, he? Jó időbe tellett, de végül rád találtam. Mint te is tudod, jó szimatom van. Ezért is hívnak kutyának. Tudod, kölyök, ez az én Billy cimborám egyszerre csak eltűnt. Miért? És hová mehetett? Kérdezősködtem, és azt mondták, Billy, lement Szicíliába. És tessék, itt vagy. Ülj le, Billy. Iszol valamit? A kölyök majd hoz nekünk valamit. Jó. Drákot. Aha. Nos, drákot. Miért jöttél? Nekem is. Fekete kutya. Aztán benéztem egy utazási irodába. Azt mondták, Selinuntéba ment. A templomokhoz. Jól van, akkor én is megnézem azokat a templomokat. Ha? Érdekesek lehetnek azok az ősrégi templomok. Igaz, Billy? Nincs semmi dolgot, kölyök? De, van. Én csak...
végül megtaláltalak, és nincs több dobásod, Billy. Fele-fele, vagy semmi. Te kígyó, semmit se változtál. Nos, 4 napod van. 4 nap? Soha, érted? Soha? Úristen, csupa vér! Hívom a doktort! Ne! Ne! Nem akarom. Eszedbe ne jusson a nyakamra hozni, értetted? És ha kimernéd fecsegni, ami itt történt, én... Nem. Nem kell, doktor. Figyelj, egy orvosság van számomra. Tudod mi? Na, add már! Nem lesz az jó. Azt mondtam, add! És azok a bitangok. Kiszimatolták, hol vagyok, hogy megkaparintsák a kincsemet. Sietnem kell. Igen. Hová hajthatott a félholt öreg úr? Valami kincset emlegetett. Nem hallgatóztam, a jelenlétemben mondta. Mr. Billy Bones egy detektort ásott el. Tudtam, mert nekünk is volt ilyen otthon. De kinek adhatta a jelzéseket? Kit hívott ide? Szóval kémkedsz utánam. Nem, ez nem igaz. Mindig sikerült bűntudatot ébresztenie bennem.
Mindig. Nem. Hát csak mondd el a doktorodnak, hogy Bonz kormányos elásott egy detektort, he? Nos, ha ő megtudja, csak tőled tudhatja meg. Gyere, gyere már! Próbára teszlek. Elmondok egy titkot. Volt egyszer egy űrhajó. Úgy hívták a Nagy Bender. Akkora volt, mint egy város, és úgy csillogott, mint egy ékszer az éjszakában. A Roxa Alertea és a Vega közt közlekedett. A mi hajónk a Hispaniola, rozoga, aprócska teknő volt. A féle kisegér a Bender számára. De Erro feltalált egy speciális aknát, ami úgy tudott átsiklani a Bender védőburkán, mint a kés a vajon. Erro, ő az, akire várok. Szóval, a Bender tele volt gazdag roxaiakkal. Csupa nyulánk, szép ember példány. És a nők a galaxisunk legszebb asszonyai. Ez meglepett. Nehezen tudtam elképzelni Mr. Bones egy szép hölgyel. Megtámadtuk. És a Bender szétrobbant. És mindenki és minden szétszóródott az űrben, olyan volt, mint egy tűzijáték. És mi kimásztunk a teknőnkből. És az űrben úszva szedegettük össze a gazdag zsákmányt. És mindezt néma csendben. Halálos csendben. Az öreg Flint, a kapitány. Bár csak mi kockáztattunk, elszedte a zsákmány harmadát. De én tudom. Én voltam a másodkapitány, és neked elmondhatom. Egyedül én tudom, hol van a kincs elrejtve. Tessék, ő maga mondta. Létezik az a kincs. Úgy nézd, kölyök, hogy itt az útja a betejgőztől a fomálhautig. Ezért szaglásznak ezek a patkányok utánam, hogy kiraboljanak. Az öreg Flint már elpatkolt. De Erro él. Ez a kitárulkozás meglepett. Egyáltalán nem vallott rá. Ez majd idehozza az öreg Errót. Fantasztikus história volt. De igaz volt-e? Vagy csak egy öreg űrhajós fantáziálása, akit meg kéne fékezni, mielőtt nagyobb baj csinál magának. Mit keresel itt? Elfelejtette, amit csak egy perccel ezelőtt mondott. Folyton a nyomomban vagy, és szaglászol utánam. Mit keresel itt? Semmit, csak azt hittem, hogy nincs jól, és... És? Láttál valamit? Nem. Netán, mondtam valamit? Nem. Hazudsz. Nem szokásom. Na jó. Ha nem mondtam neked semmit, nem adhatsz tovább semmit. Itt senki nem tudhat meg semmit. Ha bárki megtudja... Ne legyen a nevem. Hogy hívnak, kölyök? Hogy hívnak? Jimmy. Há? Jimmy. Ó, Jimmy, na hát, gyere, vezess. Szabad? Vezess csak, vezess. Nyolc tag egy halott ládáján. És egy gordonyi drák, johoho. Jimmy, próbálj meg repülni egy halott ládáján. A többit már mind megölte a drák. Nyolc tag egy halott ládáján. Mindjárt meglátjuk. Ah. Aha.
Megvan. Mi? Mi ez? Az energiaindikátor. Azt mutatja, hogy fogytán a te Bones kormányosod energiája. A sebe nem túl komoly, de a kondíciója katasztrofális. Így van ezekkel a régi kalózokkal. Először egy pasztilla, majd kettő, aztán már nem is számolják. És a drák kiégeti a beleiket. Kibújnak a fertőtlenítés alul indulásnál és érkezésnél is. Ne. A bolygókon maszk és sűrített levegő nélkül közlekednek, rá gondolni is rossz, mi minden cippantanak be. Állítsd a kettesre. Aztán így végzi mind. A végét járja? Attól tartok. Köszönöm. Különös. Sose kedveltem ezt az embert. De a látvány, ahogy olyan tehetetlenül feküdt ott, a szívembe markolt, és szánalommal töltött el. Egy átlag ember már nem élne. Ő talán megúszta. Meglátjuk. És most mondd el, amit hallottál. Nem egészen értettem, mit akart Mr. Bones-tól a fekete kutya. Ki? A fekete kutya, úgy hívják, aki megsebesítette. Egy volt űrhajós társa. Doktor úr! Ó, Istenem! Doktor úr, jöjjön gyorsan, kérem! Apám sose heverte ki a sugárfertőzést. Tudta, mi vár rá, és igyekezett engem felkészíteni rá. De túl fiatal voltam ahhoz, hogy megértsem. Kisemmizve éreztem magam, mint akitől megtagadták az agyai szeretetet és gondoskodást. Elhidegültünk egymástól. Már nem kerestem a társaságát, sose korolt érte. És most nincs többé. Végeztünk. És? Gyere, segíts! Megyek fel, készülődjetek. Még 6 koporsót kell elszállítanunk, sietnünk kell. Tudtam, hogy ez a munkájuk, de bántott, hogy holmi szállítmányként kezelik apám koporsóját. Légy jó, fiú. Vigyázz a házra. Amint vége a szertartásnak, visszajövök. Mint kiderült, kevés időm jutott apám meggyászolására. Majdnem megfeledkeztem a lakónkról. Neki is szüksége volt rám. Ki az? Én, Jimmy. Mit művelsz? Ki az? Biokeverék. A doktor rendelte el. A francba vele! A francba! Te kihívtál a doktort? Maga rosszul lett a reptéren, és... Szagláztál utánam. Mióta fekszem itt? 3 vagy 4 napja. 3 vagy 4 napja? Akkor már itt kéne lennie. Még nincs itt. Ki? Hát az illető, akire vár. Az előbb azt mondta, már itt kéne lennie. Én meg azt, hogy nincs itt. Többet tudsz a kelleténél kölyök. Miért mondja ezt? Csak annyit tudok, amennyit elmondott uram. Add a keresőt. Honnan tudtad, hogy ez a kereső? Hát, látni rajta. Valaki megtalálhatta a detektort. Elmozdította, vagy összetaposhatta. Nem értem. Erónak már itt kéne lennie. Na jó,
Felkelek és elébe megy. Ne! Te majd segítesz felkelni. Nem, a doktor megtiltott. Köpök a doktorra. Gyere, segíts feltápászkodni. Ne, most nem tudok. Itt vannak a postáért, sajnálom. A fenébe azzal a postával. Segíts, kölyök. Nem várj meg, ura. Segíts. Mindjárt visszajövök. Segíts. Csak egy szegény vakember vagyok, aki szeme világát a kozmikus rendszer dicső védelmében vesztette el. Billy Bones barátomat jöttem meglátogatni. Hol van? Oda bent, a szobájában. Nagy beteg. Ó, szegény Billy. Folyton ezeket az ártalmas planétákat járni. Na de van egy-két jó hírem számára. Szólj fel! Mondd, hogy megjött, akire várt. Mr. Bones! Mi van? Megjött, akire vár! Ero! 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 Piha, te? Igen, az Olné Billy, a te jó öreg cimborád. Piha. Hova megy? Tudom vissza! Várjon, Mr. Bones. Jön. Vagy Billy? Légy jó fiú, nyisd ki! Billy! Nyisd ki, vagy kiégetem az ajtót! Tudod, hogy a botommal egy pillanat alatt megtehetem? Billy! Billy! Piszkoskodni próbálsz.
Esküszöm, én megfojtalak. Jó öreg Billy. Semmit se változtál. Mindent erővel, semmit ésszel. Szóval itt lapítasz, pajtikám. Mint egy patkány. Kitöltötted meg? Magad mondtad el, hangosan és érthetően. Csak egy magadfajta eszement bízhatod erróra. Egy rakás pénzt. Az a szeszkazán egy hét alatt elitta, amit te egy életen át, hogy összekapartál. Aztán sírva jött mi hozzánk, és mindent kipakolt Billy, és hozzá odaadta nekünk ezt a keresőt is. De többé már nincs szükségünk rá. Visszaveheted. Most mit akarsz? Nem viselkedtél túl szépen. Mind együtt ügyködtünk Flinttel. Egytől egyig vért izzadtunk. De mikor Flint meghalt, és ráthagyta a térképet, megfeledkeztél a cimboráidról. Hátat fordítottál nekünk, és űrhuligánokként kezeltél minket. Ehhez nem volt jogod, Billy fiú. Nem volt jogod. Hogy érted azt, hogy nem volt hozzá jogom? Ha? A térkép az enyém. Flint nekem adta. Ha ti léhűtők, elkótyavetyöltétek a szerzeményeteket, magatokra vessetek! Elég, végeztem! Nem, Billy. Nem. Még távolról sem végeztél. A barátaid egész másképp látják a dolgot. És te tudod, milyen nehéz fiúk a barátaid. Nos, ha meggondolnád magad, Billy, ígérem, hogy életed végéig ellátlak drákkal, akár fürödhetsz is abban a büdös lögyben. Ha? Nem. A térkép az enyém. És nem adom se neked, se senkinek. Ej, Billy. Előnyös ajánlatot tettem. A fiúk nem lesznek ilyen nagy lelkűek. Te undorító féreg. Na, ki innen? Mielőtt szétverem a kopanyádat. Ahogy gondolod, de ma este sok kopanyát kell szétverned. Félő, hogy még neked is sok lesz, jól gondold meg? Á, nesze, figyelmeztetésül, hogy 10-kor látogatókat kapsz. Volt szerencsém. A fekete volt. Az árulók megjelölése. Gyorsan. El kell tűnnöm innen. Gyere. Segíts. Gyere. Menjek a fonovizorhoz. Hívom a doktort. Ne. Nem kell. Gyere. Gyere ide. Nem kell, doktor. Nem kell. Mindjárt jobban leszek. Sokkal jobban. Jól figyelj. Ha segítesz, gazdag emberré teszlek. Együtt elmegyünk innen, és megtaláljuk és elosztjuk a kincset. A harmadát, nem, a felét kapod, a felét. Sőt, tied az egész, ha én nem úsznám meg, de úgy vigyázz, ez a kulcs és a láda nagyon fontos, és Miss Gisella. Levegőt. Lehet. Várjon, hívom az első segélyt, tartson ki! Nem fogom beszélni, ne féljen! Ezeken az utolsó szavaimon magam is meglepődtem. Egyszeribe a cinkosa lettem. Engem is elkapott az aranyláz.
Uramisten! De egy bizonyos felfedezés visszazökkentett a valóságba. A fonovizor használhatatlan lett. Nem működik a fonovizor! A vakember szétszette! Piha! 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 Jelents Flintnek! Leleplesztelek, te féreg! Megöltél egy embert! Ó, piha! Úgy vigyázz, hogy az árulás bélyege visszaüt rád és a bandádra! Ó, piha! Várjon! Utast hozok! Csak állok! Egytől egyig ahányan csak vagytok! Míg meg nem ölitek egymást! Még mit nem? A térkép kéne nektek, mi? A térkép! Hát azt leshetitek! Ha megöltök, akkor se kapjátok! Kapjátok! Mr. Bones! Mr. Bones! Magyar szöveg Kálmán Éva, szaktanácsadó Zsoldos Péter, hangmérnök Morassi László, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából, a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.